ismeretesen mehetem Szalai Attila pénzügyi tanácsadó. Szia, köszöntelek a műsorban. Szervusz, jó estét kívánok. És ugye a biztosításokkal fogunk foglalkozni. A biztosításokon belül nagyon sok szolgáltatás van. Mit tudhatunk ezekről, milyen ágazatai vannak? Igazából a biztosítás arra szolgál, hogy egy adott káresemény esetén átvállalja az ügyfél költségeit, terheit. Biztosítótársaság éppen ezért ugye a szolgáltatási jellegű biztosításokat pont erre nyújtja az ügyfelek számára. Maga a funkciója az, hogy egy kisebb összeg cserébe egy nagyobb károseménynél nem nekünk kell milyen a zsebünkbe nyúlni, hanem ezekkel jelentős, akár több millió forintos kártérítésekhez tudunk is, vagy tudunk hozzájutni. Mikor és milyen módon lehet ezeket a biztosítási szerződéseket felmondani, ha szeretnénk persze? Igen, a szabály az, hogy minden évben, évforduló előtt 30 nappal legkésőbb lehet felmondani, tehát bármikor felmondhatjuk a biztosítási szerződést, ezt a biztosítási szerződés évfordulója előtti 30. napon tudjuk legkésőbb megtenni. Igazából arra érdemes odafigyelni, amikor egy szerződést felmondunk, hogyha új szerződést kötünk, akkor tehát legyen, ne átfedés legyen, hanem folytonosság. Tehát nyilván, hogyha abban az időszakban történik velünk, gépjárművel vagy bármivel, akár az ingatlanunkkal valami, ahol nincsen a biztosítónak szolgáltatása, akkor ugye ez egy kellemetlen helyzet, mert akkor nem jutunk hozzá kártérítéshez. Érdemes minden évben egyébként felülvizsgálni ezt? Mire kell odafigyelni? Én azt mondanám, érdemes minden évben felülvizsgálni a dolgot, mert ugye folyamatosan változik, hogy mi alapján határozzák meg a biztosítók a díjak. Most ugye a legaktuálisabb a maga a kötelező biztosítás, aminek ugye a legtöbb szerződés esetén ugye januári évfordulóval történik a váltás, ezt legkésőbb december egyig ugye fel kell mondani az ügyfeleknek. Arra érdemes mindenféleképpen odafigyelni, hogy milyen szolgáltatást tud az új szerződést nyújtani, és hogy ezt milyen költségek mellett. Nyilván, hogyha nem egy jelentős költség a váltás eredménye, 200-300 forintért az ember nem fog egy ilyen adminisztrációt végigvinni, de akár jelentős több ezer forint is lehet a differenciál, vagy ugye újabb szolgáltatások is jelennek meg a piacon, tehát elképzelhető, hogy ugyanazért a pénzért sokkal több szolgáltatásban tudunk részesülni. Tehát összességében nem lesz olcsóbb számunkra a szerződés, viszont több szolgáltatás nyújt. Az, hogy most itt a tél, és jön a hideg és a fagy, ennek apropóján van valami érdekessége a biztosítási szolgáltatásoknak? Hát leginkább azt mondanám, hogy a balesetek száma szokott ilyenkor így nőni, sőt kifejezetten ugye a téli sportok kedvelői körében, akár a snowboard, síelők számára, ott vannak külön olyan sí biztosítások, amik erre nyújtanak megfelelő szolgáltatást, akár légimentés, akár ugye helyszíni különböző baleseti ellátás. Azért ez több ezer euró is lehet Európán belül. Ha meg még távolabb megyünk, akkor meg még jelentősebb költség. Ezt azért egy néhány száz forintos ilyen szerződést tudja nyújtani. Nyilván vannak olyan balesetek, amik ugye alapesetben télen is előfordulnak, az emberek akár elcsúsznak az a fele menet az utcán, de nyilván arra kell figyelni, hogy olyan szolgáltatással bíró szerződéssel rendelkezünk, ami erre kártérítés nyújt. Tehát például egy extrém sport és mondjuk egy snowboard kedvelő, az mindenféleképpen egy külön szerződést erre kössön, mert egy általános balesetbiztosítást nem fog erre szolgáltatást adni neki. Gyakorlatilag most csak mondod a snowboardozás és a síelés, és mondjuk teszem azt, én úgy döntenék, hogy szeretnék elmenni snowboardozni vagy síelni, de csak pár órára. Akkor itt van érdekessége vagy lehetősége a biztosításoknál, hogy csak pár órára kössek biztosítást? Igazából ezek... Vagy van egy minimum időintervallum? Általában egy napra szokott egy szerződés létrejönni, de például egy napra ilyen 1-200 forintról beszélünk. Tehát nem egy olyan jellegű dolog, ahol azt mondom, hogy megéri elgondolkozni, hogy ez a néhány óra kiesés az most nekem anyagilag bármilyen szinten befolyásolna. Tehát itt azt mondom, hogy 200-300 forint napi színnél nem biztos, hogy gondolkozok arra, hogy ne érje meg azt az egy napot kifizetni. Még az is lehet, hogy az ember közben rákap, és azt mondja, hogy akár egész délután ott marad. Tehát gyakorlatilag az önmutatottnál kötelező biztosítás, amit az ember nem fizet be arra a napra, akkor az pár 300 forint, hogy mennyi. Azt hiszem valahogy így van. Mármint a kötelezőn belül? Igen. Hogy? Vagy ha valakinek nincsen kötelezője, hogy annyi a büntetés, olyan 300 pár forint, hogy mennyi. Azt hiszem. Hát ugye a kötelező biztosítások esetén azért oda
a gépjárműbiztosításoknál az érdemes oda figyelnünk, mert ugye ott a pótdíjazzák számunkra. Én azt mondanám, hogy itt egy ilyen síbalesetnél, vagy egy ilyen snowboardnál nem éri meg ezen gondolkozni, hogy egy ilyen szerződést. Ha már csak azt veszem alapul, hogy mennyibe kerül egy bérlése a snowboardnak, akár eljutni egy olyan helyre, ahol ezeket a sportokat tudom űzni, az a 1 eurós tétel, hogyha már itt ugye Európában gondolkozunk, nem hinném, hogy egy jelentős lesz. Tehát ezt én azt mondanám, hogy ha valaki gondolkozik akár ilyen extrém sportokban, ezt mindenképpen szállni rá. Tehát nyilvánvalóan az kiderült, hogy az autón és a lakáson kívül azért magunkra is érdemes biztosítást kötni. Mi a legideálisabb összeg, hogyha most csak nem ilyen napokról beszélünk, hanem egy nagyobb időintervallumban? Igen, a lakosságnak a legnagyobb százaléka valamilyen jellegű biztosítással rendelkezik, akár a lakásbiztosításában van egy kiegészítő biztosítás, akár a bankkártyához van egy kapcsolt szerződés. Nagyon sokan sajnos abban a hitben vannak, hogy ez majd megfelelő szolgáltatást fog számunkra nyújtani, mert 1,5 millió forint van akár baleset esetén. Arra érdemes azért ilyenkor koncentrálni, hogy most ténylegesen egy 1 millió forint, ha én mondjuk lerokkanok, vagy akár egy fél évig nem tudok a munkahelyemen dolgozni, akkor az 1 millió forint az ténylegesen az én anyagi problémáimat megoldja. Hogy tudom abból fizetni a törlesztő részletemet, el tudom tartani a családot. Én nem mondanám, hogy ezek az összegek reálisak. Úgy érdemes általában felmérni, hogy mondjuk egy tartósabb, egy rokkantság esetén akár ilyen 20-30 millió forintnyi térítést tudjak kapni, és ehhez megfelelően érdemes olyan szerződést találni, ami ilyen szolgáltatást nyújt. Hozzátenném, már ez is közelen 2-3 ezer forintból havi szinten megoldható. Tehát itt sem horror összegekről beszélünk. Ami egy picit sajnálatosnak tűnik, hogy ugye nagyon sok ember rendelkezik lakásbiztosítással, kötelező biztosítással, kaszkó szerződéssel. Tehát jobban bíznak abba, idézőjelbe, vagy nagyobb kockázatnak jelenti számukra azt, hogy az ingóságukkal, vagy az ingatlannal valami történik, míg ugye ők maguk azok, akik rendelkezésre bocsátják, megteremtik azt az összeget, hogy mindennapjaikat biztosítsák. Pontosan ezért is azt mondanám, hogy érdemes lenne odafigyelni az embereknek arra, hogy a saját magukat is bebiztosítsák. Nyilván, ha kisebb összeg, akkor kisebb összeg, de érdemes konzultálni, hogy tanácsadóval, hogy mi az az összeg, ami ténylegesen nekik egy vész esetén megfelelő összeget fog kifizetni. Tehát. Ugye van olyan mondás, ami javarészt azért igaz, hogy az embernek és a népnek az a dolga, hogy elégedetlen legyen, és nyilván ez a biztosítási területén is elő szokott néha fordulni, akár a lakás, otthon, tehát egy személy emberi biztosítás, teljesen mindegy. Hogy néz ki egy ilyen váltó folyamat? Tehát amikor egyik biztosító cégtől szeretnék elmenni a másikba, jár ez valamilyen plusz költséggel, teszem azt? Maga a váltás az nem feltétlen jár költséggel. Igazából, amit mondtam is, évforduló 30 nappal lehet ezt megtenni. A módja az, hogy írásban, akár faxon, akár levélben el kell juttatni a biztosító számára a felmondó nyilatkozatot. Minden esetben érdemes megnéznünk azt, hogy az a másik társaság ajánlata, amit utána el fogunk fogadni, az jobb, kedvezőbb számunkra, nincsenek esetlegesen rejtett költségei, nem dolgozik-e magasabb díjakkal, valamint ugye a szolgáltatásokat is összehasonlítani, mert lehet, hogy az egyik kedvezőbb díjat tud számunkra adni, viszont nem tud ugyanannyi szolgáltatást nyújtani. Úgyhogy igazából ami fontos, hogy ugye a évfordulat 30 nappal legkésőbb elküldjük, illetve be is érkezzen a biztosító számára a felmondás, és nyilván, hogyha folytató lagosságot akarunk, kötelező biztosításnál ez elhanyagolhatatlan, akkor a évfordulótól induljon is meg nyilván az új biztosítási szerződés kockázatviselésének a kezdete, de igazából azt mondom, hogy rengetegen foglalkoznak ezzel a piacon, független tanácsadók is, és mivel az ügyfelek számára... Mi például te? Igen, és ez mivel az ügyfelek számára ez többletköltséget nem jelent egy ilyen konzultáció, van egy személy számukra, aki segíti ezt a folyamatot végig lebonyolítani. Felmerült bennem így végezetül egy olyan kérdés, hogy ha teszem azt, valakinek nincs autója, tehát hogy akkor is mondjuk esetleg előfordul az, hogy már érdemes autóra biztosítást kötni. Tehát, hogy már így már előre tervezvén gyakorlatilag. Igazából Már mondjuk nem, mert gondolom a biztosítást, nem meg kell adni, hogy milyen típusú személyautóról van szó. Igen, ott nyilván a maga az adott
vagyon, vagy adott tárgy által. Ugye a kötelező biztosítás esetében is arra kötünk egy szerződést, hogyha mi egy harmadik félnek kárt okoznánk, akkor a biztosító helyettünk helytáll, viszont ezt a kártérítést mi a mi személyünkre is meg tudjuk kötni. Tehát előfordulhat annak is az esete, hogy mi okozunk esetlegesen balesetet, és hogyha nincsen személyes felelősségbiztosításunk, akkor azt a kárt nekünk kell megtéríteni. Nagyon sok érdekességet hallottuk, Attila, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.